Lemondott-e már Vida Ildikó? Ezt kérdezték többen is a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dobutcai kirendeltségén és több vidéki városban. A polgári engedetlenséget Vágó Gábor volt LMP-s politikus kezdeményezte egy korábbi tüntetésen. Azért, mert a NAV elnökét állítólagos korrupciós érintettsége miatt kitiltották az Egyesült Államokból. Kisebb csoport várakozik egy budapesti szálloda előtt. Nem turisták érkeztek, civilek várják, hogy Vágó Gábor vezetésével bemenjenek a szomszédos NAV kirendeltségre, és megkérdezzék, lemondott-e már Vida Ildikó. Arra kérek mindenkit, hogy udvariasan a biztonsági szolgálattal segítségét kérve húzzon sorszámot, és amikor bementünk az ügyfélszolgálatra, akkor sorszám szerint szólítanak majd mindenkit. Az eligazítás után a Molino is előkerült, és a körülbelül 30 fős csapat elindult az ügyfélszolgálatra. A kameránkat nem engedték be az ügyféltérbe, ezek a felvételek mobiltelefonnal készültek. Ezeken látszik, hogy a Molinókat végül bejuttatták, és mindenki sorszámmal a kezében azt várta, hogy szólítsák. Mit fogtok kérdezni a navosoktól? Hát elsősorban az, hogy lemondott-e már Vida Ildikó, de egyébként engem személyesen nagyon érdekel, hogy mit gondolnak a NAV dolgozók erről a botrányról. Végül az akciót szervező Vágó Gábort szólították. Ezt az előtérben hagyott kameránk nem látta, de a hangot rögzítette. Vida Ildikó, a NAV elnöke bejelentette már el a lemondását. Sorlatod a másom, és ebben az ügyben, hogyha további információt szeretne, forduljanak a NAV sajtóosztályához. A polgári engedetlenséget a Facebookon hirdették meg, több százan jelezték, hogy részt vesznek. Nem csak budapestiek, más városokban lakók is. Nyíregyházáról jött egy érdekes történet, ahol az érdeklődő adófizető állampolgárnak azt válaszolta az ügyfélszolgálatos, amiután megkérdezte, hogy lemondott-e már Vida Ildikó, hogy maga szerint ez vicces. Az adófizető állampolgár pedig azt mondta, hogy miért, maga szerint nem vicces, amit önök csinálnak. Nem nyilatkozom, hagyjon békén, legyen szíves. A volt LMP-s politikus Vágó Gábor azért hirdetett polgári engedetlenséget, mert Vida Ildikó a NAV elnöke beismerte, hogy kitiltották az Egyesült Államokból, mert az amerikaiak szerint korrupciós ügyekben érintett. Ez utóbbit Vida Ildikó tagadta, és belső vizsgálatot indított, amit ő maga vezet. Kerestük a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóosztályát, hogy megkérdezzük, mit szólnak az akcióhoz. Azt írták, az ügyfeleket a megszokott rendben fogadják, az ügyfélszolgálatokon semmilyen fennakadás nem tapasztalható.